Hitünk látható jele az ikonosztáz. Egy fal a szentély előtt. Elválaszt vagy összeköt? Errejt vagy föltár? Hallgat vagy magyaráz? A föltett kérdés párok már meg is adják a választ. Mindez egyszerre nyújtja az ikonosztáz, és ezeknél még elmondhatatlanul többet. Mi az, amit vagy összeköt? errejtve tár, föl, hallgatva magyaráz. A kinyilatkoztatásból tudjuk meg, hogy Isten nem távoli messzeségből szemléli az életünket. Nem csak mozdulatlan mozgató, hanem éppen ő az, aki elindult a mi keresésünkre. A bűnbeesés után az első szava ez volt, hol vagy? Eljött hozzánk. Megkeresett, a bűn miatti rejtőzködésünkből kiemelt, és azt mondja, emeljétek föl szemeteket, vegyétek észre, hogy közel van az Isten országa. Krisztus a válaszfalat lebontotta, és saját testében összekötötte a mennyet és a földet. A Szentély a mennyei, a hajó, a Földi Egyház, és a kettők között emelkedő fal azt hirdeti, hogy nincs közöttük áthidalhatatlan távolság. Nem lehetetlen innen oda jutni. Az ikonosztázon ajtók vannak, amelyek néha megnyílnak, mint egy érzékelhetővé teszik, az ember mennybe jutásának lehetőségét. Föltekinthetünk az ikonfalra, és látjuk a mennyország lakóit, szemléljük azok eseményeit, föltárul előttünk az Isten nagy műve, hogy mi mindent tett értünk, hogy mi oda bejuthassunk. A szentek sora nem régmúlt idők alakjait ábrázolja, hanem testvéreinket, akik már az Isten országában vannak. Ugyanakkor itt vannak velünk is. Az ikonosszázion mindezt megjeleníti lelkünkben megeleveníti. Kijelöli a szentély határát, de közben láthatóvá teszi azt, ami mögötte zajlik, és ami egyébként az emberi szemnek láthatatlan volna. A liturgiában Krisztus megtestesülését, keresztáldozatát, föltámadását és mennybe menetelét ünnepeljük. Sőt, a pünkösdöt is. Hogyan szemlélhetnénk ezeket a világot átalakító titkokat? Kifoghatná föl ezt a csodát, amelyen Jézus kortársa is botránkoztak, amikor az élet kenyerét tárt eléjük. Ezért magyarázza el nekünk az ikonosszáz a kimondhatatlant. Ezért mutatja meg nekünk a leírhatatlant. Tudé! a gyertyával, mécsessel megvilágított, tömjén füsttel megtisztelt fatábla előtt állok és merengek. Nem tudom biztosan, hogy imádkozom-e. Csak jó itt állni. Belemerülni a szent tekintetbe. Vajon ilyen lenne az Isten arca? Hogyan jellemezte volna Jézust egy újságíró? Mit látott volna meg benne egy antropológus? Miként írná le egy szociológus? És hogyan tekintettek rá a tanítványok, vagy éppen a farizeusok? Mit látott benne a ném? És végül, hogyan nézte őt az édesanyja Mária? Mindenki ugyanazt az arcot látja, és mégis mindenkinek más. A tökéletes Isten arc, minden emberi alak és jellem mintája ős típusa, amelyben jelen van az Isten, ugyanakkor jelen van benne sok milliárd ember, mindenki aki csak élt és élni fog itt, ezen a teremtett világon. Mindenki fölismerheti benne önmagát, és minden emberben fölismerhető ő maga. Ki tudná lefesteni, milyen ez az arc? Az ószövetségi törvény egyenesen tiltotta, hiszen Isten soha nem látta senki. Először Betlehemben pillantotta meg Istent az ember, eddig tartott az ószövetségi ábrázolás tilalma. Hiszen ha történetesen az egyik pásztornak kedve támadt volna lerajzolni a feleségének, hogy mit látott a gyászolban, ez lett volna az első Krisztus ábrázolás, az első ikon. Persze akkor még nem igen gondolt erre senki, csak amikor a föltámadás után kezdtek ocsúdni az első tanítványok, akkor kezdtek el töprengeni, ki volt itt közöttünk kit láttunk magunk előtt? Előbb csak hitükben, később gondolataikban, az értelmükben is kezdték fölfogni az üdvösségszerző művet, annak egyes részleteit, majd lassan egész életük minden porcikájával vallották, ez valóban az Isten fia volt. Egyre jobban értették, mit jelent, amit mindjárt az elején meghirdetett Jézus, hogy közel került hozzájuk az Isten országa láthatóvá, érinthetővé, megölelhetővé vált az Isten. Aztán kitárt a karját, hogy ő maga ölelje át az egész világot. Ettől kezdve nem kétséges, hogy az ószövetségi parancs nem megszűnt, hanem beteljesült. Kiderült, hogy az addigi ábrázolási tilalom csupán előkészülete volt a megtestesülésnek, még érzékelhetőbbé tette a fölfoghatatlan titkot, hogy az Isten, a soha nem látott Isten közénk érkezett. Azóta minden ikonnal ezt a közénk érkezését valljuk. A megtestesülés az ikon kulcsa, az ikon pedig a megtestesülés pecsétje. Ha az ikon elé állok, a Krisztus szemébe nézek, Isten országát látom, ami, aki közöttünk van. Benne látom az egyházat, melynek ő a feje, én pedig tagja vagyok. Benne látom a szenteket, akik nélküle ugyanolyan hitványföldi figurák maradtak volna, mint én vagyok. De benne látom önmagamat is, aki még nem vagyok. De általa vele élő kapcsolatban maradva elérhetem a mennybe jutott önmagam. Már attól szentebbé válok, ha az ikoneli állok és nézek. Nem a fatáblát, nem a festéket, nem az alakot, az Isten szemlélem.